Jó napot kívánok, rövid híreink következnek. A budapesti Széll Kálmán téren kerestek munkát azok a román munkanélküliek, akik nevére egy bűnbanda több cseh cégét iratták rá. A bűnszövetség irányítói, köztük egy dél-alföldi férfi előzetes letartóztatásban vannak. Utóbbi fiktív számlákkal több mint 400 millió forint áfát akart jogosulatlanul visszaigényelni. A bűncselekményhez egy számlagyár biztosította a hamis számlákat, azonban a NAV Bács-Kiskun megyei revizorai és dél-alföldi pénzügyi nyomozói időben leleplezték a csalást. A férfi a fiktív iratok szerint napelemparkhoz való napelemekkel és geotextiliával kereskedett, ezeket a magyar cégektől vásárolta meg, és társaságoknak adta el. A pénzügyi nyomozók lecsaptak a dél-alföldi férfire és társaira, majd különösen nagy értékre üzletszerűen bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki. Őt is egy társát őrizetbe vették. A bűnszervezet a számlázáshoz használt, de a később szükségtelenné vált cseh céget román személyekre passzolta el. Lakossági fórumon mutatták be kedden az úgynevezett Munkácsi negyed fejlesztésének terveit, amelynek köszönhetően jelentősen megnő a zöld terület nagysága Békéscsabán. Többek között megújul a Liget, a Gőzmalom tér és a Hunyadi tér, az Élővíz csatorna partján lévő szoborsítány, de a főtér környékén is történnek változások. A fejlesztések tervezésekor a természetvédelmi szempontok mellett a történeti hagyományokat is figyelembe vették. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések célja, hogy a város központjában újabb lehetőséget biztosítsanak az aktív pihenésre, a kikapcsolódásra a város lakosai, illetve a város látogatói számára. Összességében több mint 76 ezer négyzetméter közterület újul meg, ebből közel 50 ezer négyzetméter a zöld terület. A küszöbön álló munkálatokkal jövő szeptemberre készül el a kivitelező. Országjáró körúttal népszerűsíti a Földművelésügyi Minisztérium az úgynevezett Nemzeti Park termékvédjegyét. Ezzel a védjeggyel azok a termékek rendelkezhetnek, amelyeket vagy természetvédelmi, vagy Natura 2000-es területen működő helyi vállalkozások és gazdálkodók állítottak elő. A védjegyet 6 évvel ezelőtt hozták létre, amelynek az a célja, hogy fokozzák a természeti erőforrások védelmét, ugyanakkor segítsék a termelők helyben maradását és megélhetését. A népszerűsítő körút legutóbbi állomását Szarvason tartották, amelyre a földművelésügyi miniszter is ellátogatott. Fazekas Sándor kiemelte, jelenleg közel 300 termelő, közel 1000 terméke van a védjegykörben. Hozzátette, mindegyik termék hagyományos, minőségi, kiemelkedő értéket képvisel, és azt szakmai, mesterségbeli tudást, amit gyakran évszázadok alatt halmoztak fel a családok generációkon át. 6 egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a Mezőhegyesi Ménes Birtok és Tangazdaság. Ennek értelmében a felsőoktatási intézmények hallgatói gyakorlati oktatásban vehetnek részt, Mezőhegyes pedig kutatási és fejlesztési programok helyszíne lehet a jövőben, jelentették be kedden a sajtótájékoztatón. A Békés megyei városban a hallgatók bekapcsolódhatnak majd szakmai és tantervi terepgyakorlatba, a Ménes Gazdaság üzemágainak kiemelt gyakorlati oktatásába, amely az öntözéses gazdálkodás, a vetőmagtermesztés, a környezetgazdálkodás, a gépüzem, a védett történelmi lófajták, a szakszolgáltatás tervezés és a szarvasmarha tenyésztés területét egyaránt jelenti. Átadták a Lenkei utcai óvodát, amely pár hónap leforgása alatt teljesen megújult. A 140 millió forintba kerülő beruházás a terület és településfejlesztési operatív program segítségével valósult meg. Az épületen nyílászáró cserét, hőszigetelést, külső és belső festést, új tornaszoba kiépítését, valamint az udvar teljes átalakítását hajtották végre. Békés Csaba alpolgármestere elmondta, hogy a városvezetés nagy figyelmet fordít a gyerekek megfelelő környezetének kialakítására, valamint a neveléshez szükséges szakmai tudásra. Hanó Miklós hozzátette, jövő héten újabb felújított óvodát adnak át. A Tábor utcai intézményben hasonló beruházás zajlott le, ez egyben a több mint 300 millió forintos projekt utolsó eleme. Békés Csaba története, múltja és kultúrája, főleg ezekkel az irányelvekkel foglalkozik a Szemján Sámuel Egylet.
Az Egyesület megalapításának 10. évfordulóját egy évkönyv kiadásával ünnepelték a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A polgármesteri hivatal egykori dolgozói 2007 őszén döntöttek úgy, hogy egy olyan szervezetet hoznak létre, amely Békés Csaba egykori főjegyzőjének nevét viseli. Az Egyesület megalapításának 10. évfordulójára kiadott évkönyvet a tagok szerkesztették és élményeikről, történeteikről számolnak be benne. Ezek voltak híreink röviden. További híreinket és korábbi műsorainkat a behir.hu oldalon találhatják meg. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!